Uram Jézus! Na várjál, bazdmeg, most hogy... Na most hogy van, most láttam, hogy van. A vége a horrornak, köszönjük. MSB statisztikák. Mert látom, van. Mondjuk ez csak a LAN-ról. Ó, nagyon szar voltam, na mire nézzük. Na. Ja, én is megvakultam, nyugi. Ennek van valami zője? Ó, mindegy, kibírjuk. Azt mondja, hogy... Mondanám, hogy keressük meg egyből, hogy ki volt a legkeményebb. Ne, hát amúgy ne, valószínűleg nem. Ki a skill per, kill assist per, vagy mi ez? Kill assist. Kill assist. Csak kill assist. Kill per round. Damage per round. Nem. Ez nem a damage per round. Death per round. Average. Damage per round. Damage. Nem. Oh dear. Ne. Average damage per round. Nem. De nem, akkor nem ez lenne. ADR. Hát ez csak simán average damage. Körönként. Gondolom. És ez a APR. Average. Nem tudom. Mi a APR? Plant. Igen. Aha. Itt a rating az ugye sok minden számításba vesz, hát nem tudom, hogy mit a jó nézni. Kill, az a kill assist. Vagy cost. És akkor mi a cost? Nem mert kill assist, hát nekem volt a legtöbb. Az biztos, hogy nem kill assist. Nem tudom, mi a kast. Mi a kast. Nem, az azt jelenti, hogy a százaléka azoknak a köröknek, ahol volt a kill, assist, survived or was traded. Nem is értem, ez egy mire, már jó, biztos, aki kitalálta az. Ja. Oké. És akkor mi a... Hol van? Ez skill per round. Ez nem DPR. Mi a DPR akkor? Beszélni nem lehet. Damage per round nem lett DPR-t, hogy lett 0,72 damage? Vagy hogy mi? Az ADR, az average, a damage per round az az ADR, az oké. Okay. Diffuse per round.
Tehát az se lehet. Desperround, az lehet, igen. Halál körönként, az lehet, igen. Jó, és akkor mi az APR? APR. Assist, nem, nem tudom, assist. Mert nekem volt a legtöbb. Az logikus. Ja, az lesz, lehet akkor. Akkor ez ilyen mindenféle dolog egybe. Tehát ez ilyen assist, kill, vagy trade. Ez akkor kill. Per round. Death per round. Damage per round. Assist per round. Azt meg, hogy az impact. Hát abban nem tudom, mi van az impactben. Vagy mi számít impactnek. Hát gondolom, például entry kill az növeli, de hogy mi van még benne, arra gondoltam. Jó, entry, multi kill, 1v(x) kills. Aha. Na jó, ebben nem derül ki, hogy mennyit számít. Tigernek lett a legtöbb fregjetesség. Legtöbb damage-es Tigernek lett. Az kemény mondjuk, a csapatban állunk. Na szépen, dank. Tessék, Ló Gyuri 51 assist. Na tessék. Ló Gyuri, oda néz. Csabi csak 77-szer halt. Az mi, kemény már. Impact 1.94. Ezek közelében nem volt senki. Konkrétan közelében nem volt senki. De ahogy nézem, csak nejnek lett több, mint egy KD, egyes kíjek körönként. Ja. Hát szerintem ezek alapján, statok alapján simán lenne az MVP. Hát körönként minden körben volt legalább egy fregje. Legtöbb kill, legtöbb impact freg, ami azt jelenti, hogy a legtöbb multikill, tehát összeadva legtöbb multikill, legtöbb entry, nem, tehát hogy multikill entry plusz clutch fregben összeadva neki lett a legtöbb. Még asszisztja is nagyon sok lett amúgy. És még egész kevésszer is halt. Ja. Ja, 17 000. Nagyon kemény. Na most nézd meg, ki a, mondjuk, mondjuk a damage nem a legmérvadóbb, mert... Jó, számít, de most érted, hogyha mindenki túléli, akkor nem tudom, hogy elég sok kill is lett, de... Balnia volt a második. Ja, kibasztam. Balnia 2000 damage-e volt levaradva a második. Kétezer damage volt a második, fregbe, 33 ember, 33-mal lőtt többet, mint bárki. Ja nem, Dead Fox volt közelebb, 24, de még akkor is 24-gyel. Igen.
Mindenképpen, mindenképpen. Ne, nincs ilyen, nem tudom, nem lett így MVP, de ezek alapján, a statok alapján egyértelműen ne az MVP. Ja. Legtöbb kill, legtöbb damage, legtöbb impact frag, legtöbb kill körönként, mondjuk a damage per kör, igen, még a legtöbb damage per köre is neki lett. Mondjuk ott nagyon közel volt balnia, de a legtöbb damage per kör is neki lett. Ja, ennyi. Ezekben minden mevő volt az első. Ja, hogy ki lettével? Jaj, azt nem vágtam. De hát akkor igen, akkor nyilván. Mondjuk ezek alapján is, meg azok alapján is. Ja. Akkor. Ja. Ja, megvan, megvan. Köszi, köszi srácok. Ja, kemény. Hát, most mit mondjak? Hát lehetett volna jobb a statom. Lehetett volna jobb. No, annyira nem vészes, annyira nem vészes. Lehetett volna jobb. Ja, oké. Okay. Mindenképp. Hát, most a csapatot nézzük, csapaton belül szerintem azt nyilván ki lehet jelenteni, hogy szupportoltam. Igen. Ja. De nézegetem amúgy, tehát most azért Gyuri azt mondta, hogy ámint most jó, egy ilyen csapatban most azt mondta, nézeg, mert felnézted ezt a csapatot. Most ebbe a csapatban, hogyha azt mondja Gyuri, hogy ez szar teljesítmény, tehát egy ilyen csapatban nem lehet az, hogy ő is 160-at lő, vagy 100, jó mondjuk, legyen az, hogy ő is 100 fölött lő. Hát egy ilyen csapatban nem lehet, hát akkor kivégezték volna az összes csapatot, hogyha még ő is annyit lő, érted? Akkor literálisan ezért. De így is 51 assziszt, Gyurinak lett a legtöbb asszisztja, nem? Nem, Séknek lett 52. Meg volt még egy 51, nem? Bálniának. Ez hogy, ja. Ja, meg Demisbe is ott volt teljesen. Hát de kajak. Ő, az őrült kutya, igen. Még amúgy az is kemény, hogy ha megnézed a picsogósoknál, nekik például annyira őrült statjaik nem voltak. Hát, hogy lehet, hogy mégis, nem tudom. Nem, tehát, hogy... Ja, nézd meg! Hát, nem tudom. Volt ekkora különbség, hát... 88 felgé lett. 88 felgé lett. Majdnem annyi lett, mint nekem. Most így nézd meg.
Jó, nyilván, hogyha mondjuk, ja igen, mondjuk, hogyha játszottunk volna Foxy-ken egy harmadik mapot, meg Kodéken egy harmadik mapot, akkor lehet, hogy nekünk is több lenne. Vagy több, nem tudom, hogy több stat lenne, de akkor meg lehet, hogy még rosszabb is lehetne. Ja. Ah. Ez esetben, ha csak a ratinget néznénk. Hát nem tudom, hogy a ratingben mit számolunk. Ez mindet. De még most is volt csapatmez. Csapatpóló inkább. De abban minden benne van együtt, vagy mi? Ja. Akkor az meg a beton, az nézd meg a beton milyen jó volt. Kodiék is. Beton mindenki egy fölött volt, nézd meg. Amúgy ja, ott is egész jók. Nejnek egy 78. Ja, kit kell nézni csak. Hát, mondjuk, igen, akkor... Még bajnak ez három meccs volt, ugye? Vagy három map volt. Ez három map volt. Ja, az, hát igen. Azért mondom, hogy ne az, ez. Most már nézed, 1.58 volt a második, nem? 1.58 volt Balnyának. 0,2-vel. Tehát, hogy az egy hatalmas különbség volt az első és a második között statisztikában. Ezt sorba tudom úgy rakni, hogy... Na jó. Hol van itt a vissza? Ajaj. Ajaj. Ctrl Z. De az itt nem segít, mert sorba raktam, nem pedig átszerkesztettem. De nem jó a Ctrl Z, hát nem csináltam semmit. Mert ezt csak nézem, nem tudom szerkeszteni, csak sorba raktam. Meg a frissítem, akkor ez. Jól megcsináltam. Na jó, ezek nagyon vágom ezeket. De akkor sorba tudjuk rakni? Hogy rakod sorba? Ezt egy külön táblázatba lehetne, mert ezt nem tudom szerkeszteni, ezt csak menni tudom. Külön táblázatot kéne csinálni, és akkor ott ezeket a számokat beírni, és úgy sorba rakni. Oh, mindegy, nincs ennyire, látjuk ezt, látjuk ezt. Mindegy, Ney volt, Balnia volt utána, Memeske kb. Tifi. Vice. Fox. Kims. Ez a sorrend. Frici volt még ott. Ja. Jó van, már nem kell. De köszi, amúgy köszi. Azért ennyire nem fontos, hát látjuk, látjuk.
Nem látod, jó. Úgy, hogy akkor úgy mondaná, hogy mit csinálják, akkor az mehetne. Azt mondod, hogy nem voltam annyira rossz. Úgyhogy nem csézek. Köszi. Az lettem volna jobb. De mondjuk igen, hogyha így belegondolok. Ha így belegondolok, amúgy akkor tényleg nem olyan vészes. Mondjuk nejnek majdnem dupla annyi damage lett, mint nekem. Hát killbe is majdnem dupla annyi lett. Igazából majdnem mindenből dupla annyi lett nejnek. Többet játszott. Hát nem, többet játszott. Több mapot játszott esetleg. Ja. Több mapot játszott, igen. De hogyha így nézzük, akkor a picsogósok viszont nagyon, nagyon jól szerepeltek pont ezek mellett, mert ők lejátszottak a legtöbb mapot, és ők voltak a döntőbe, hogyha így nézed. Tehát nem kell ahhoz, azt mondom, hogy nem kell ahhoz ilyen statokat csinálni, hogy ott legyél a döntőbe, vagy ott legyél a... Ja. Vagy nem tudom, hogy mondjam. Hát nem kell ahhoz 160-at lőni, meg nem tudom. Jó, az lehet. De például a fregeket nézed, jó... Most mit tudom, mennyi ez? 200, 380, 90, 416, 549, 549. Ez meg 400, 508, 20, 530, 90, 597. 597. Mennyi volt ez? 590, tehát hogy mennyivel több? Jobb lent. Összes 604. Na, majdnem jól számoltam. Na, tehát nézd meg akkor. Hatvanöt freggel több volt Foxéknak, és ugye a picsogósok játszottak még, tehát ők három mapot, tehát kétszer játszottak három mapot, tehát ők még egyet több mapot játszottak, mint Foxék. Mondjuk Foxék meg OT-sztak ellenünk sokat. De akkor is. Akkor is basznánk. 65 freggel többet lőttek. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy így is lehet. Tehát nem kell ahhoz sokat fregelni ahhoz, hogy mapot nyer, meg köröket nyer, meg hogy a döntőbe kerülj. De most kellett volna megjönni a Dunknak azzal, hogy csak a frag számít. Ah.
Nem is be, nem tudom, nem is be, mekkora volt. 65.934, hát egy 4.900. Ja, hát amúgy kell ehhez, kell ehhez. Kell ehhez. Ja, 8 órán keresztül Excel táblázatot tekertem, és csak ezen a stream. Kell ehhez azért, kell ehhez azért tapasztalat, hogy jól olvasd ezeket a statisztikákat. Hát azért 24 órán keresztül, azért a 8-ba is belegondoltam. Igen. Hát, ja, így ránézel, rátekersz, és így, hát ez mi a tököm. De amúgy innen egyébként én nem gondoltam volna, mondjuk nyilván valamennyire láttam a meccseket ott élőben, de ott ugye kicsibe látszódnak a fregek meg. Nem jön át, mint hogy most itthon mondjuk végignézném. De hogy Balnia amúgy, én nem gondoltam, hogy Balnia volt ennyire közel mondjuk nehez. Mert amúgy Balnia nagyon közel, tehát hogy jó, nem, tehát hogy még ő is elég távol van, de hogy amúgy nagyon közel van nehez. Stadva. Annak ekkora impactja volt, damage-be is nagyon ott volt. Ja, nem tűnt annyira, mint nejnek. Vagy nem tudom, nem volt annyira látványos szerintem sem. De mégis. Csatok alapján meg mégis. Most, hogyha így meg kellett volna mondani, amúgy lehet, hogy Kimset előbb mondtam volna. Azt mondom, hogy lehet, hogy én is őt mondtam volna, de statok alapján meg egyértelműen Balnia kiemelkedő volt. Mondjuk látottam úgy, hogy a körökre elosztott damage-e, nem ez a halál. Akkor semmi. A halála is kevesebb, szóval több damage-e volt, több ki, mindenbe. Semmi, akkor rosszul. Ezért mondom, kell tudni ezt olvasni jobban. Ja, tehát hogy ja, mindenben ő volt a legkiemelkedőbb. Ja, és itt meg látszik, hogy a narancsnak például, ja, nem ment annyira. Aha. Nem tudom, hogy megvan-e a tavalyi valahol. Megmondom őszintén. Nem látom. Biztos, hogy volt, de nem látom.
előzményekben nekem meg nincsen régi. Na, nem tudom akkor. Az Impact az elvileg Entry Kill, Multifrag, meg Clutch Kill lek összeadva. Abból egy ilyen. Ja. Ja, valami ilyesmi. Nem tudom, hogy abból, hogy pontosan mi. De ezek számítanak bele elvileg, de majd, hogyha valaki jobban tudja, megmondja. Aha, akkor az is lehet, ja. Ja, mert tigene. Szia, masszívul, köszi. Amúgy igen, amúgy az utólag vele gondolva, meg hogy látva, amúgy valószínűleg a... Nem is tudom, nem érszem másra, amit le, ami annyira elképesztő volt. De amúgy látod, nálunk amúgy nálunk elég egységes volt, szerintem. Én voltam talán lemaradva. Ja, mondjuk, ja. Talán én voltam jobban lemaradva. A betonnál is az elég egységes volt, szerintem. Sőt, ja, sőt. Itt a betonnál mennyi volt? 0-29 volt a különbség az első meg az utolsó között. Ja. Nálunk azért volt 0-41. 41 volt nálunk. Itt volt a betonban volt a legkisebb különbség az első és az utolsó player között. És nézd meg a picsogósoknál volt 0-7. Boxéknál meg mennyi ez? 2-98. Majdnem egy teljes rating. Jó, mondjuk ez is felesleges nézni. Csak így, nem tudom, csak így mondogatom. De azért mondom, hogy csak így mondogatom. Ja,
Igen. Hát ja, és főn is nagyon, az egész csapat jót ment ott náluk. Most, hogyha csak abba belegondolsz, Kiltől függetlenül, hogy Gyurinak 51 asszisztja van, ha annyit megcsinált, hogy mindenki belesebzett, annyival megkönnyítve egy olyan, ilyen játékosoknak a flegelést, az már bőven nagyon jó. De tényleg, bazánk, hát most ezt nem... Az a, tehát, ha úgy nézzük, hogy mindenki 150-et lő, akkor nincs mit nézni, mert tehát olyan nem lesz. Most hát, hogyha olyan lenne, akkor... Van olyan? Amúgy lehet, hogy van olyan. Hát akkor valószínűleg mindenkit szarba vernének. Vagy szarba vertek volna. Nem tudom. Lehet itt a ratinget nézni annyira, hogy... Na, így is nyertek elég. Milyen ratingek szoktak lenni? Hát ez biztos, hogy ez azért biztos, hogy ilyen nem nagyon van. Gondolom az egy fölötti az már jónak számít. Vagy én ezt tippelem. Aztán lehet, hogy nem annyira. Az a körönkénti assist, kill, meg a trade-nek a százaléka, meg a survive-nak. Tehát, hogyha ez azt jelenti a 100 itt, hogy minden körbe vagy volt kill-je, vagy volt assistja, vagy túlélte, és vagy trédelték. Ugye? Tehát nem volt egy olyan kör se, ahol gyakorlatilag csak simán lelőtték. És nem is lőtték vissza. Ez azt jelenti. Aha. Hát mondjuk nehet, így is le akarták szopni pára. Mondom. Ja. Na, jól van. Délbe értünk az asztal, amúgy is fáradt vagyok. Na jó van, akkor menjünk. Foxék nyerték. Hát, az első, tehát hogy 2-1-re nyertek. Az utolsó mapon már nem volt szoros. De a második map végén még könnyen úgy volt, hogy akár még veszthetnek is. Bár nem volt valószínű szerintem, hogy az volt a valószínű, hogy nyernek.
Az volt valószínűbb, hogy nyernek, de a második map, inkább úgy mondom, hogy a második map végén nem gondolta senki, hogy ez egy 13-0 lesz az utolsó map nekik. Talán így érthetőbb. De végül 13-0 lett a végén. Nekik. Na jó van, menjen akkor egy raid. Nem tudom, Fox látta ezeket. Mondjuk most más játszik, de menjen egy raid. Ja, szerintem holnap akkor belenézünk még a meccsekbe. Kívülről nem nagyon láttam. Úgyhogy, ja, szerintem együtt izgalmasabb, meg tudunk róla beszélni, meg ilyenek, meg mit tudom én. Úgyhogy, ja, majd rá. Sziasztok, jó pihenés mindenkinek, aki itt volt. Köszönöm még egyszer. Szép álmokat.